Felszálltam a 4-es, 6-osra, és a legvégén megálltam, és azt mondtam, ordítva, korsodéhas lettem. Oké, hát én egy érdekesen csúnya nő vagyok, nem vagyok szép. Nem kell ellenkezni, én tudom a határaimat. Igen, igen, elférnek. Hú. Na jó, itt vagyok. Meghoztuk a mínuszokat. Jaj, szervusz édes, csokolad. Rendszer. Puszi, puszi, puszi. Jaj, jaj. Kényelmesen szóval vagy? Azt mondod, hogy ez fűteni fog. Igen, ezt ígértem neked, úgyhogy fűtök itt egy ideje. Úgyhogy kérem, minden elektromos autó tulajdonos jó hamar kezdjen fűteni, ha vendége van. Azok bedobják a nagy meleg bundájukat, akkor rögtön nem vászanak. De már jó is. Jaj! Jaj, de jó, hogy itt vagy. Szerintem te jobban izgulsz, mint én. Én egy kicsit, mert ugye ez egy új szituáció. Lássuk, lássuk be, már nem az, hogy beszélünk, hanem az hogy ilyen. Hát ilyen még nem volt. Nem volt, nem volt. Beszélgetni szoktunk civil emberként, de igen. Most munka van. Most munka van, úgyhogy persze, hogy egy kicsit izgulok, de szerintem ez jól esik. Jól esik még egy kicsit izgulni. Átadó előtt vagyunk. Igen, két nappal. Két nappal. Nem, három. Na, 20. Mikor van a prima primissima? Jövő héten van a, megy ez adásba. Tegnap 5 szavazatot adtam le rád. Köszönöm. Óránként. Nem éred utol. Folyamatosan nyomja az SMS-t? Helyes. Megnézi, és azt mondja, hogy jaj, még csak 48 perce adtam le. Úgyhogy óránként lehet szavazni, igen. Mire ez adásba kerül, már kiderül, hogy érdemes volt a családi SMS bajnokságot elindítani, de nagyon drukkolunk. Hát te édesem már, ez is gyönyörű. Persze. Hát nem gyönyörű. Hát persze. Ez annyira gyönyörű. Hát én sikítoztam, amikor láttam, hogy bekerültél a három prima közé. A három van. Hát igen. Az már azt jelenti, hogy prima vagyok. Hát azt gyakorlatilag orvosi bizonyítványokkal kéne teljességgel bizonyítanom, hogy tényleg az vagyok. Minden téren prima vagyok. De hát ez olyan nagy dolog. És ha Marton Laci lesz a primissima, és ha az Andorai Péter lesz a primissima, hát ki nem tolja le? Hát ez jó haverok, barátok. Jó társaságban vagy jelölt, igen. Tehát én erre büszke is vagyok. Akkor, amikor találkoztam a Marton Lacival, miután kiderült, hogy föl vagyok terjesztve, igen, akkor mondtam, kard ki kard. Most aztán gyerünk és vívjunk. Mit ad Isten, ugye az én férjem állandóan nyomogatja óránként a telefont, és egyszer csak azt mondja, hogy hú, te, véletlenül a 6-os nyomta meg. Na, mondtam, szép. Tudod, kicsoda? Az a Marton? Marton! Szép. Mondtam, akkor a Lacikának van még egy plusz szavazata. Na jó, de hogyha 1500 üzenetből csak egy ment a Martonra, akkor azért még jók vagyunk. Jó, hát ez jól van, jól van. Na jó, viccen kívül mennyit számítanak neked a díjak? Mert azért most már úgy szépen ki vagy stafírozva. De szép, 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 nagyon-nagyon jó érzés. Tehát ezt nem tudom elmondani neked, hogy mennyire jó érzés. Az ajtai díjak, amit a színház titkosan szavaz meg, hát abból is van, nem tudom, 4 vagy 5, amit a színház ad, a társulat szavazza meg, mondjuk az elképesztően jól esik az embernek, mert akkor a társai szavaznak. De a Jászai díjat is jókor kaptam meg, az Érdemest is jókor kaptam meg, a Kossuthot is nagyon jókor kaptam meg. Tehát, és ezek, hogy mondjam, az első perc, amikor az ember ezt megtudja, akkor az egy ilyen, de pont akkor nincs ott senki. És akkor csak a postásnak tudom nagy csókokkal megköszönni, és akkor hirtelen nem 500-ast, nem 600-at, nem 800-at. Mennyit adta a postásnak, amikor rögtön, a Kossuth díjat hozta? Vagy adta az 1000-est, de hát na jó, de hát érted, ott álltam egy szál hálóinkben, meg Bongyolában, és ott voltam teljesen egyedül, és láttam, hogy két levél érkezik, ilyenkor ugye,
tényleg ez hogy megy? Tehát, hogy ezt meséld már el, hogy hogy tudja meg az ember. Én ezeket a címeket nem tudom, hogy miniszter, tanács, vagy nem tudom, micsoda. Szóval de 2008-ban kaptad a Kossuth-díjat, akkor már nem volt miniszter, tanács, de mindegy. Szóval mi volt akkor? Na, minisztérium. Na, hát akkor az, meg aztán még... Vagy államfői hivatal. Mindegy, szóval nem tudom, szóval két levél. És annyira szépek ezek a borítékok, mint ahogy most a Primára is gyönyörűek a borítékok. Aha. Elképesztően sok borítékot kaptam, mert van autóparkoló belépő, VIP belépő. Ja, magára az átadóra. És akkor külön a jegyek. Tehát most négy ilyen boríték sorakozik egymás mellett, és úgy szortíroztam, mondtam, hogy ja Istenem, valamit otthon ne hagyjunk, mert ugye a család jön, és akkor ők majd szurkolnak és drukkolnak. És akkor ezt valahogy az ember megérzi. Nem tudom. Tényleg? Nem, azt érzi meg, hogy ez a boríték, ez nem azt jelenti, hogy menjek a gyengéllátóknak fellépni ingyen, vagy a kutyatenyésztőknek, vagy a kidobott kutyáknak ingyen, mert általában ilyen helyekre hívnak, ahol ingyen fellépésekre, hanem ez egyértelmű, tudod? A papír minősége már olyan, hogy ebben valami furcsaság van. És akkor pont azt nyitottam ki, mert egyet kinyitottam, amiben benne volt, hogy Kossuth-díj. És akkor ránéztem a postásra, és azt mondtam, hogy hát most magával kell, hogy megosszam ezt az örömöt, és akkor az ember ugye rohan a pénztárcájához, és akkor gyorsan egy ezrest odaad neki, gyorsan lemosakodtam, tisztálkodtam, és akkor mondtam, hogy most akkor kit hívjak fel? Az Iván még New Yorkban alszik, a többiek még dolgoznak, még jönnek, mennek, de hogy nem, senkit, felszállok a 4-es-6-osra, és akkor felszálltam a 4-es-6-osra, és a legvégén megálltam, és azt mondtam, ordítva. Kossuth-díjas lettem! És olyan szép csöndben, mint aki nem én voltam, nem mert mire oda kapták a fejüket, már nem látták, hogy ki az az őrült, aki kiabál, és úgyse ismernek fel a villamoson, úgyhogy nem tudták, hogy én voltam az, hogy aki az örömét valahogy ki kellett kiabálnia. És akkor alig vártam, hogy Iván fölébredjen New Yorkban, hogy a gyerekeimet fel tudjam hívni, és hát mindenki nagyon. Én emlékszem, amikor mi még mellettetek laktunk, házban, amikor ez történt, és felugrottál hozzánk is, kutyasétáltatás előtt talán, vagy utána, nem tudom, és mondtad, hogy mi történt, és akkor egymás nyakába ugrottunk, igen. Vagy hogy mi történik, mert igen, hogy ugye igen, az ember, igen. És sosem felejtem el, hogy másnap mentem dolgozni, vagy nem tudom hova, és hogy megyek ki a házból, látom, hogy te a Városmajorban sétáltatott bronkó kutyát. Igen, igen. Nem is tudom, volt egy ilyen zöld vagy lila melegítőd. Nem volt zöld melegítő. Igen, igen, igen. És akkor abban vitted mindig a kutyát, ugye ez egy nagy masztif volt, tehát igen. Hogy igazából ő sétáltatott téged, és akkor arra gondoltam, hogy ott sétál egy Kossuth-díjas színésznő, egy zöld susogós melegítőben, egy masztiffal az oldalán. Igen. Mert hogy igazából az életvitelben, meg a mindennapokban nyilván nem változik semmi egy ilyen díjtól, de közben mégis azért az emberrel azért az ott marad. Azért mondom, hogy az első perc igen. Olyan, amit nagyon jó megosztani. És pont mindig az első percben soha nem volt mellettem senki, csak a postás. Postásért jó. Na, de hát jól van. Van olyan vágyad, ami nem teljesült? Igazából nem is tudom, hogy van-e. Nem, mindenem valahogy jól alakult. Évente egyszer szeretnék Florinda Bolgán lenni, nem tudom, látod-e magad előtt, becimpent arcú, majdnem 2 méteres, izgalmas, hosszú, színésznő Florinda Bolgán. Évente egyszer úgy eszembe jut, hogy mi lenne akkor, ha mondjuk magasabb lennék, mint a Zsolt, aki egyébként 180 centi, a férjem. És akkor úgy mennék, tudod, olyan comb középigérő csizmában, és úgy sóhajtoznék, a kutya nem tudná, hogy én vagyok a Florinda Bolgán, és úgy mennék, és akkor annyira jót röhögök. Nem, semmi olyan vágyam nincs, mert ez is csak tréfa. Tréfából van ez. Nincs. Mert egy időben, már nem tudom, hogy hol meséltél arról, meg milyen apropóból, hogy jól esett, amikor
talán Nyíregyházán, vagy hol eljátszhattál egy Kálmán Imre operettben, a Csárdás királynőben egy nagy kalapos... Megtörtént. Na, lépcsőn levonulós. Megtörtént. Nagyasszonyt. Megtörtént. Csak arra kértem a Csík Gyurit, aki egy tüneményes díszlet és jelmeztervező, hogy ő tudta, mert gyerekkorom óta ismer, hogy én irtozom a tolltól, tehát tollboa nem jöhet. Mm. Így aztán ilyen sejem virágokból csináltak ilyen nagyon dús boát, mert boa nélkül, hát az ember kalapban van, lépcsőn jön le. Csárdás királynő. Csárdás királynő. Hát az. És ez megtörtént. Mm. Ennyi. Azt sajnálom csak, hogy mámi ezt már nem látta, igen, az én édesanyám. Mert ő mindig a szakadt színésznőt látta, mert ilyeneket játszottam, vagy szakadtakat, vagy éppen Szent Johanna, aki egyszer üzében vastag harisnyanadrágban és ilyen kötött páncélingben, tehát nem volt lépcső, nem volt nőiesség. Mm. És ezt mindig mondta, hogy te tudod, azért egy színésznő az ember úgy képzeli, hogy jaj, de nem is a lépcső, hanem úgy megjelenik, és olyan illatfelhő. Tehát nem baj. Én azt hiszem, hogy a Zsoltomnak szép vagyok, én azt hiszem, hogy Zsolt azt hiheti rólam bármikor, tudod, amikor a konyhából átslattyogok az ebédlőbe, hogy én egy tolboás, nagykalapos színésznő vagyok. Nagdacú, most már nem vágyom erre, mert ez megtörtént. Ennyi. Volt egy ember, aki nagyon szerette volna, ha én rendezek. Uh-huh. És aztán én azt mondtam, hogy nem. Ez soha nem ambicionáltad? És megmondom neked, hogy miért. Amikor még az én mesterem, a Vámos élt, akkor ő meghívott engem, hogy legyek a tanársegédje a főiskolán. Aha. Művészi beszédet tartott, és akkor ott voltam a tanársegédje. Nagy létszámú osztályok, és akkor Almási Éva volt az egyik segéd, én voltam a másik segéd, és hát ott vizsgákat kellett rendezni. Mm. Na most túl azon, hogy minden szabad időmet, tehát a családom az úgy gyűlölte a főiskolát, hogy nem igaz, még a Szabadságtéren laktunk, tehát ez egy régi történet, és gyűlölték, hogy reggel, délben, este, éjszaka, ha éppen szabad voltam, akkor mentem, és gyúkanyóként ott sürgölöttem, körülöttük. És évente kétszer vizsgát kellett csinálni nekik. Na most én akkor rájöttem arra, hogy én nem tudom félretenni, nem tudom a zsebembe dugni azt, hogy én színész vagyok. Tehát együtt vettem velük a levegőt, mindent együtt akartam velük csinálni, ettől légszomjam lett, elkezdett fájni a gyomrom, ha a gyomrom megnyomta a szívemet. Egy-egy vizsgánál én azt hittem, hogy meg biztos, hogy engem minden talpal előre visznek ki. Hát én ebbe belehalok, mert annyira izgultam értük. Első év végén volt egy rosta, és én akkor ott nagyon el voltam keseredve, mert én úgy gondoltam, hogy igazságtalanul került ki egy ember, és akkor még volt kettő, akit ki akartak onnan penderíteni, és annyira ismersz engem, hogy én nem vagyok egy térdelős típus, tehát én nem nagyon térdelek le emberek előtt, megpróbálom inkább verbálisan meggyőzni őket az igazamról, vagy könyörgésemről, de ott bizony letérdeltem, és azt mondtam, hogy az én kedvemért adjatok még fél évet ennek a két embernek. Az egyikből világsztár lett, nem fogom elárulni. De? Nem. A Zsolt se tudja, senki sem. Senki nem tudja? Senki, ők sem. És világsztár, egy magyar világsztár? Egyszerűen úgy mondom, hogy világsztár, hogy nem csak Magyarországon dolgozik. Aha. Az egyik abszolút a pályán van, és a másik is totál sikeres. Aha. Ember. Jól tettem, hogy letérteltem. De én akkor emiatt, a térdelés miatt, meg önbecsülésem miatt azt mondtam, hogy és akkor itt vége is van, én fölállok, és nekem ebből elegem van. És akkor nagyon-nagyon boldog voltam, mert bejött az osztály, mert híre ment ennek. Én még nem építették át a Végszínházat, és én lefelé menet a pince felé, a fél
félpince szinten volt a Rutkainak az öltözője, és én ott öltöztem. És bejöttek oda, és megkért az osztály, hogy maradjunk. Na most ettől nekem, hogy mondjam, hát ez jó esett. Azt hát mondtam, jó, még egy évet, oké. A következő évben ilyenkor benne van a tanári gárda, benne van az utolsó, harmadik rostának a döntnökei, az osztályfőnök és a tanári kar. És ott kiesett egy olyan teremtés, akiből árat sütött a tehetség, és hihetetlenül tehetségesnek tartottam. Viszont volt egy másik, limitálva volt, hogy mennyit lehetett felvenni, a szép, hosszú combú szőke. Akkor éppen az volt a divat, a hosszú combú szőke. Ez elég, ez azóta is divat, a hosszú combú. Nem tudom, mi nem vagyunk azok. Hát és nem. Mégsem panaszkodunk, mert társaságunknak, barátainknak viszik. Mi hosszú combú szőkék vagyunk. Baromi, baromi, hosszú combú Florinda Bolkenek vagyunk. Na tessék. Na, szóval, és ő kapott 20 szavazatot, és igent, és egy nemet tőle a hosszú combú. És akkor megfordultak, és azt mondták, hogy ja, persze, hát téged nem a szépséged miatt vettünk fel ide. Na, az volt a második pillanat, hogy azonnal fölmondok. Hát hogy lehet egy ilyen hülyeséget mondani? Oké, hát én egy érdekesen csúnya nő vagyok, nem vagyok szép. Nem kell ellenkezni, én tudom a határaimat. Tehát persze, de így bele az embernek az arcába, és indokként, hogy fölvesszük a hosszú combot a másik ellenében, és akkor gyorsan írtam egy levelet, utolsó sorban ültem, aztán odavittem a Vámosnak, a negyedik sor szélén ült az Ódri színpadnál, és akkor visszaültem a helyemre, elolvasta, hátranézett, és én bólogattam neki. De. Annak idején, amikor így a 90-es évek végén, ezredfordulón erősen elkezdett betüremkedni az életünkbe a kereskedelmi televízió, a különböző műsorok, ahol színészeket is hívtak műsorvezetői, vagy egyéb televíziós feladatokra, nem színészi feladatokra, a sorozatok, és a többi, a tévéfilmek, stb. Akkor emlékszem egy olyan beszélgetésre, amikor mondtad, hogy te nem vagy hajlandó beállni abba a sorba, hogy ilyen-olyan tingli-tangli műsorok castingjára például elmenj. Mert van egy szint, amit abszolút, neked nem. Persze, és akkor kiderülhet, mert én elvből nem nézek sorozatot. Elvből, mert függővé válok. Én függő ember vagyok. Én függök a szakmámtól, függök a családomtól, függök a napsütéstől, az esőtől, a széltől, a köttől, mindentől függök. De amikor sorozat függő lesz az ember, hát az borzalmas. De volt ilyen? Hát ez vészhelyzet. Én, aki sebész orvos akart lenni. Hát amikor ott kibontottak egy testet, hát én mámorosan tapsikoltam örömmel, hát nem bolondozzál. Szóval, érted? Voltak ilyenek, igen. Voltak, és hát én benne voltam például az Oni családban. Én voltam a Elizabeth. Feleség. Én voltam az Elizabeth. Emlékszem. De aztán jött a kórház a város szélén. Az volt a cseh. Igen. Csehszlovák. Igen, én szívem, én abban. Ki voltál abban? Én abban a főnővért játszottam, nagyon kibontott hajú vagy, hogyha éppen dolgozott, akkor föl volt fogva, mert főnővéri mégsem lókat a igen. A Blazsei doktor akarta magáévá tenni, és ez egy unalmas. Szőkenő volt. Nem, ez nem egy volt, barna. Nem, a barna volt. Ja, barna, másik volt, ez a barna volt. Barna hajú főnővér. Annak voltam a hangja, és a drága jó Hazai Gyuri rendezte a szinkront, és akkor én a Hazai Gyurinak, mit tudom én, 9 rész után azt mondtam, hogy te, ez annyira unalmas ez a nő, hogy én ezt nem bírom szinket. Unalmas ez a blazírt, tudod, szép vagyok, szeressetek. Lehet, hogy szerep szerint csinálta, de egyszer nem láttam valamit a szája csücskében, vagy a haja nem mozdult meg semmi, és azt mondtam, váltsál le. Hogy? Hát te vagy a hangja. Te teljesen mindegy. Mondd azt, hogy a művésznő betegsége miatt, vagy mondjátok be, vagy bármit, váltsál le. Mert nem bírom, annyira unom. Unalmas.
Miért nem adja oda magát a Blazsai doktornak végre valamit? Nem adja vegyetek oda. Már ki egy szobát! Nem, se főnövér szobában, sem a folyosón, sem a klotyóban, sehol. Nem volt benne élet a nőciben. Tény az, hogy a hazai Gyuri szeretett annyira, hogy ez megtörtént. Leváltott? Nem tudom, hogy ki lett utána a hangja, mert én be nem kapcsoltam volna ilyenkor a televíziót, mert azt mondtam, hogy szó sem lehet róla. Viszont azt mondta, hogy cserébe nem válogatsz. Bármit, amikor hívlak, bármit. Mondtam, bármit. Bármikor. Azt tudtam, hogy pornót nem fogok lihegni, mert hogy ő azt nem rendez. Tehát szinkron. Pedig a hangod megvan hozzá. Tudtam, hogy azt nem. És életem egyik legédesebb két tekercses munkájára kihívott egy pimasz veréb. Bábfilm volt, és imádtam. Nem is kerestettek rosszul a szinkronnál, hát nem? Hát a hazai Gyurinak és a Pistinek, az ő asszisztensének, akkor, amikor az én Iván fiam megszületett, akkor hát lehetett mennyi? Két hetes, három hetes, még nyár volt, augusztus 30-án született az Iván. És akkor egyszer csak csöngettek a szép hölgyi úton, kinéztem a konyhaablakon, és látom, ott áll a hazai Gyuri meg a Pisti. Hozzád jöttünk. Na jó, gyertek meg. Na, mutasd a gyereket. Alszik. Mutasd azt a gyereket. Nem érted meg, hogy alszik? Na, akkor viszont mi bemegyünk. Hol van a gyerek? Jó van, hát akkor itt van a gyerek. Látjátok, alszik. Bontsd ki! Föltettem a pelenkázóra, ami egyébként egy nagyon szép és archív íróasztal volt, aminek alapját lehajtottam azon pelenkáztam. Igen, igen, egy ilyen antik drága, igen, emlékszem. Igen. Iván fiamat. Kibontottam, mélyen aludt, mai napig is jól tud aludni. Megnézték, azt mondták, tényleg fiú, elővettek a zsebükből, zakó zsebükből egy-egy üveg vodkát, és így meglocsolták, hogy ez tényleg fiú. És aztán egy szépen visszacsomagoltam a gyereket, mondtam, ez ártani, nem? Mert hogy bossza! Vodkával le kell szentelni azt a gyereket. Megszenteltük a gyereket, és akkor visszacsomagoltam, visszaaludt szépen, és rám nézett a Gyuri és a Pisti, és azt mondta a Gyuri, hogy mostantól kezdve én eltartalak téged, mert van egy gyereked. Tehát nagyon sok munkát fogok neked ajánlani, és akkor én elmondhatatlanul sokat szinkronizáltam. Az, hogy az Iván ugye nagyon korán kikerült a szülői házból. 18 éves. Igen, de hogy nem, hát úgy értem korán, hogy talán nem is a koránsága ennek a dolognak, hanem az, hogy messze. Tehát, hogy ugye ő Amerikába költözött. Igen. És keveset tudtatok találkozni. És ezt mindig csodáltam benned, azt az erőt, amit, tehát soha, miközben minden okod meg lenne, hogy kiborulj emiatt, és biztos talán ki is borulsz, csak mi nem látjuk. De ez valami eszméletlen nehéz dolog lehet. Volt egy szakaszám, amikor kiborultam. Az édesanyád, az én húgom, a pápi és a mámi halála egyiknél sem volt itt. De nem volt szabad mondanom neki, mert az én fiam, tehát pontosan tudom, hogy milyen érzelmeket táplált a családja iránt, táplál mai napig a családja iránt. Tehát én azt pontosan tudtam, hogy ő mit szenvedett ő. Hát mint igen, ahogy nem arra tudom, is nehezen. Kínosan ügyelek, hogy nagyon-nagyon ritkán lehet, hogy egyszer-egyszer kimerem mondani, de hosszú évekig nem mondtam ki, hogy hiányzom. Mert ez olyan érzés, tudod, hogy valaki, akinek, hogy mondjam, nem tudok, mert érzelem és inkább külsőséget tudnék csak hasonlatot mondani. Nem hívjuk fel a púpos embernek a figyelmét arra, hogy púpos. Tehát nem mondom neki, hogy te púpos vagy. Nem mondom, hogy hiányzol, mert hogy mondhatnék ilyet, mert pontosan tudom, hogy ő mit érez, mi felénk. És ő sem mondta ki. Ő sem mondta ki. És ez egy ki nem mondott kis törvényünk lett. Az más dolog, amikor itthon van, és amikor elmegy, hogy akkor hogy emeli fel a fejét, tudod, így fölemeli az állát, és
és úgy hirtelen fordul, én is hirtelen fordulok, akkor se, nem szeretjük a könnyes búcsukat, és amikor magam vagyok, vagy éppen a maradék családommal vagyok, akkor kitörhet belőlem a sírás, vagy akkor kitörhet belőlem az, hogy most megint mennyi ideig nem látom. Az, amikor te hoztad föl az előbb, amikor, tehát hogy igen, tehát nekünk van, én azt gondolom, hogy minden család terhelt. Tehát minden családban ott vannak a keresztek, amit az emberek cipelnek a hátukon, és ezek a, vagy vállukon, és ezek a keresztek csak nehezebbek lesznek az évek előre haladtával. De azért nekünk volt egy nagyon kemény néhány évünk, amikor nagyon hirtelen, vagy nagyon nagy lépésekben lettünk mi kevesebben. Anyu halálával kezdve. És én sosem felejtem el, hogy a te édesapád, az én nagyapám kórházban volt, amikor anyut temettük, és aznap halt meg. És utána te bementél játszani. Dzsungelkönyvét. Igen. Ahol van a Bagirának egy dala. Én és most így ráz a hideg, a beszél a szél. Igen, én mindenre felkészültem aznap. Tehát mindenki elviselte volna, sőt, tudomásul vette volna, hogy én lemondom azt az előadást. És én akkor azt mondtam magamban, hogy nem. Azok a gyerekek, akik ott vannak a szüleikkel, nagyszüleikkel, azok erre az estére vágytak, tervezték, és nekem is talán jót tesz, hogy kikapcsolom az agyamból ezt a lapot. És felkészültem rá, mert hogy ott vannak olyan mondatok, például a szél, meg amikor búcsúzik a Balu kis Mauglitól, mert ez a Balu halála, sok minden. És én ezeket átkomponáltam, és mondtam, hogy nem szabad, itt nem szabad kikészülni. És mindent átgondoltam. Egyetlen egy dolgot nem gondoltam át, és én ott vagyok, még a Balu él, Balu, Bagira, és belép a Csill, és azt mondja, részvét és kegyelem. Erre nem készültem fel. Ja, igen, mert az alapvetően egy vicces momentum. Hát így van, és ott akkor, és úgy is történik, hogy részvét és kegyelem. Hogy arra kuncog. És akkor mit történt? Ha nem a Revi van ott, meg nem a Sipi, még a Sipos András volt a Csill. És Revicki Gábor, igen. És a Revicki Gábor. Ők észrevették, ők tudták az egész helyzetet, amiben én vagyok. És mondtam is, hogy nagyon figyeljenek rám. Hát a Revi alám nyúlt abban a pillanatban, mert azt látta, hogy minden erőm, ami addig volt, az elhagy. Mm. És akkor ő alám nyúlt. Én ott letértem. Ő szokott ott letérdelni, és már a Balu, és akkor Sipi is lejött, átalakult egy kicsit a jelenet, ő is odajött, és akkor Balu és Csill megpróbálták a Bagirát valahogy életre kelteni, mert erre nem. De annyi minden átfutott előtte az agyamon, hogy hol kell vigyáznom, hogy ott, tehát sírva már tudok énekelni, röhögve még nem, azt még nem tanultam meg. De hogy nem lehet. És ott az egy olyan pillanat volt, amit mondjuk a Sipi és a Revin kívül én tudok csak, senki más. Nézők, nem vettek belőle észre semmit. Csumi, a te édesanyádnak az volt a becenek, hogy Csumi, csak hogy tudják, hogyha esetleg nem vágjátok ki ezt a részt, akkor tudják az Elviszlek magammal nézői, hogy Csumi volt az én drága húgomnak a beceneve. Csumi temetése napján, amikor meghalt a pápi, akkor már a mámi beteg volt, azt tudod. Nyitásszájtam. És annyira azt mondtam magamban, hogy idáig voltam gyerek. Most nekem hirtelen temetéseket kell rendelni.
ami egy sírt, azt kiintézi. Azt nekem kell kérni. Beférnek még oda. Milyen szörnyű, gyakorlati. Igen. Hány úrna fér egy urna helyre? Egy urna sírba. Borzasztó, borzasztó. Emlékszem. És tudod, mire emlékszem, amikor... Ez is milyen, hogy nem tudom, hogy melyik temetésem volt. De hogy oda jöttél hozzám, megöleltél, és azt rúgtad a fülemben, hogy most már mi vagyunk a felnőttek ebben a családban. Hát ez a mámi temetése után. Igen, kellett, biztos, hogy legyen, akkor legyen. Mert ott lett vége. Az volt a sorozatnak a vége. Ott lett vége. Igen. Én nem tudom, hogy neked mi a módszered. Szóval, hogy húzod ki ilyenkor magad. Azt mondod, hogy bemész játszani, mert az is a túlélésnek egy módja, hogy az ember dolgozik. Igen. És hogy én azt látom rajtad, hogy neked a munka az mindig is olyan volt, mint az oxigén. Pontosan. Ugye beírunk kettőre? Be. Mert azt tudod, hogy kettőtől kell az Európa. Mindjárt ott vagyunk. Jó, csak most féltem, hogy nem. Egyenes sávban. De köszi. Tehát, hogy nem a Pesti Szilászban megyünk. Nem, megyünk, beérünk. Hanem a Víg felé. Jó, hogy szóltál. Mert hogy néz ide. Csak egy kicsit perc múlva kettő. Jó, ez van, amikor veled beszélgetek. Köszönöm, hogy szóltál. Igen. Szóval, hogy tudj. Jó, nézd oda. Elhoztam neked, hogy megmutassam, hogy itt adja a kodatásod. Mert ezzel nehezebb hátra. Elhoztam, hogy miről döntünk ma. A Págerdíjról döntök. Hogy néz ki a Págerdíjról. És neked is van Págerdíjról. Igen. Azért hoztam, hogy megmutassam neked. A Téni bácsinak volt a kezén mindig ennek a gyűrűnek az eredetie. Jaj, de szép. Már én most megállom. Ez volt megfogható? Persze. Ez volt a kezén. Csak ez most itt nem Onyx, nyilván, ez egy de az egy Onyx gyűrű volt, és most mi erről döntünk, hogy ki legyen a Páger gyűrű. Tehát azért hoztam el, hogy ez egy olyan jó dolog, tudod, hogy mert kérdeztél a díjakról. Igen. Milyen jó érzés, tudod, hogy a díjak között vannak ilyenek. Meg van Varsányi Irén gyűrűm, meg van otthon Rutkai Éva gyűrűm, hogy ezek milyen fontosak az ember életében. Tehát, amit leírnak, hogy Gudvölgyi Erzsébet, Jászvédi Erzsébet, és érdemes meg ez Kossuth díjat, ezeket leírják. De azt, hogy Rutkai Éva emlékgyűrű, Varsányi Irén emlékgyűrű, hogy Páger gyűrű, ezeket nem írják le, pedig ezek fontos részei az életünknek. De mitől máshogyan fontos ez, mint amit leírnak? Mert egyébként meg mindent nem lehet a te neved alá vagy odaírni, mert ilyen hosszú Ne. Ez pontosan amiatt fontos, mert az egyik szigorúan szakma, a másikban meg politika is van. Ilyen egy. Mennyire egyszerű. Ne ijedj meg. Telebeszéltünk egy kártyát. És még egyet, de még azon van egy csomó. Jézus Mária. Ez azt jelzi, ez azt jelenti, hogy telebeszéltünk egy kártyát. Volt már ilyen vendéged? Ritkán. De azért van. Persze, hogy de azért volt van. Ilyen. De az mindig egy kicsit ilyen hosszabbra van állítva, hogy hát ha úgy alakul, hogy még sztoriban van valaki. De most olyan szépen kimondtad azt, hogy az egyik politika, a másik szakma. És ezért ez ma Magyarországon egy nagy különbség. Mondjuk. Igen. Én például, és ezt szeretném, ha nem vágnátok. Rendben van. Hát, ha van valaki, aki ezt megnézi, és ebben kompetens, mert én nem vagyok az. Stoll Bucinak Kossuth díjat. Érted, amiről beszélek? Értem. Ő a bűnét leülte. Leülte. Tiszta. Vegyük így. Elképesztően nagy tehetségű ember. És nem fog díjakat kapni. Nem, emiatt ő nem besült az emberek igen. agyába, a politikusok agyába besült, hogy ez egy bűnöző. Igen. Jézus, hány bűnöző van ott, akik ezt besütötték az agyukba. És én nem tudom őket megbüntetni. Ők viszont megbüntetnek egy szakmailag
teljesen fedhetetlen ember. Uh-huh. Ő olyan elképesztően jól működik, a színpadon jól működik, verhetetlenül jól működik. Uh-huh. Pontosan az elkövetett, de leült bűne után nagyon sokan eltávolodtak tőle, egy volt őt színpadon se. És most ugye átkerült a végbe. Igen. Megnézték például a szálemi boszorkányokban, az istenítéletben, és volt olyan ember, aki olyan bucitaszító volt, és azt mondta, és mostól hát lélegzett elállítóan csodálatos. Mondom, na, akkor tessék szépen beírni. Valahova, mondod, nincs már minisztertanács, tök mindegy, oda. Tessék gyorsan beírni, hogy ez az ember mindent megérne. Hát igen, de ugye azt mondják, hogy azzal érvelnek, akiknek besült oda az információ, vagy az ítélet, hogy mondjuk például egy Kossuth díj, az nem feltétlenül csak a szakmai eredményt díjazza, hanem valamiféle erkölcsi példamutatást is feltételez. Mm-hmm. Én csak próbálok az ördög ügyvédje lenni, mm-hmm. és nyilván ezért attól félek, hogy tényleg igazad lehet azzal kapcsolatban, hogy nehezen fogják ezt valaha megbocsátani neki az emberek, vagy a politikusok, vagy nem tudom, de minden esetre az üzenetet nem vágjuk ki. Köszönöm. Sokat beszéltem, csináld úgy, hogy sokat kérdezz, és én éppen csak válaszoljak. Mert mindig ez a bajom, annyit beszélek. Nem lenne szabad ennyit beszélni. Maradj ilyen jó légy, beszélj ennyit. Igen? Igen, nagyon jó volt, köszönöm. Biztos? Csak 3 percig voltam szabadban is. Sikének nagyon jó helyet. Oké, szia. Csókollak. Szervusz, édes. Szia. Nem azért vagyok itt, hogy időt pazaroljak azokkal, akik nem értenek meg engem. Inkább azokkal foglalkozok, akik kíváncsiak, érdeklődőek, befogadóak, és tudni akarnak rólam, a művészetemről, az én világomról, a másságomról. I'm a human child, and I was born wild, but I'ma keep it real, I'm gonna do the right thing. I'ma keep it cool, calm and proper. Képtelen lennék visszamenni abba, amit ma híradózásnak hívnak. Miért? Mert szerintem ez nem híradózás. Intenzív ez a dolog, nem? Köztetek, és most már évtizedek óta. Én megígértem neki 16 évesen, hogy hogyha én leszek a barátném, válaszol engem, akkor egy dolog azt tudja, hogy unatkozni nem fog mellettem. És ezt betartasz? Szerintem be. És én az egyik legjobb edző a világon, és én nem is úsznék ma már, ha ő nem lenne. Félreértik őt, szerinted? Uh-huh. Az ő szenvedélyét, a habitusát. Persze, hát igazából itt erről van szó. De azt tudod, hogy azt mondta Gyárfa Istvános, hogy nem mond le. Na tényleg beszéljünk másra akkor. Jó, oké, rendben van. Ha szeretnél feliratkozni a vmn.hu YouTube csatornájára, akkor kattints ide!